Végül kiállapják a magyar nép. Ősiesen küzdöttünk, de elbuktunk, és ez a bukás mindenek eddiginél fájóbb, hiszen felidézi népünk eddigi viszontagságos és zivataros századait. Hallgassák meg Gyulai Pár világos tán című versét. Csak egy régi, vénhúszárő, mozdulattanul, némán, mély bánattal, mély sebekkel napsütötte arcán. Csak egy régi, vénhúszárnak zászlója lobog még, mintha vádik csatajárán, és vércondjuznék. Hely, vénhúszár, hely, vénhúszár, szállj le immár. Nem rohamra harsog a kürt, nem a győzelemre vár, tépd el lobogódat, nincs már Magyarország. Őseinknek Szentsírhalmát, hozzágot kiborják. Hall és lát és föltekint, majd kétségbe esettem, mintha néznák, tudakoznák, van egy Isten amelyben. Hall és lát, húsultában a pisztolyát ragadja, mint a sors és a világ ellen csatázni akar. Magyar vagyok, rabbédicset nem visel magyar kész. Huszár vagyok, zászlajával a huszár együtt vész. Osztrákai ezt a sebet legjobban takarják. Isten hozzád, édes hazám, szegény Magyarország. Az 1848. március-áprilisi forradalmi események folytatásaként kibontakozó magyar szabadságharc nem csak azért kell, hogy csupa nagybetűvel vonuljon be a történelmünkbe, mert egy idegen uralkodóház ellen vívott, nemzeti törekvéseik egyedülálló honvédőháborúja volt, hanem mert hat történeti szempontból is kiemelkedő jelentőséggel bírt. Az 1848. május-júniusától datálható és egészen a komáromi városség 1849. októberi megadásáig tartó szabadságharc gyakorlatilag a magyar forradalom önvédelmi megmozdulása lett. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a honvéd haderő teljesítménye a végzetes túlerővel szemben ugyan végül kevésnek bizonyult, de a hosszú és kitartó harcának is nagy szerepe volt abban, hogy a császári udvar felismeri a magyarok erejét, és később elvezesse az 1867-es kiegyezéshez. Magyar nép lépett, megmutatta erejét. Valami megmozdult a magyar nép szívében, amely később kedvezőbb széljárásnál megteremtette az áhított nemzeti függetlenséget.